A Rákosmenti Zenebarátok Egyesülete által minden évben megrendezett Rázene Fesztivál koncertsorozat 25. alkalommal várta a zenekedvelőket. Szeptember 28-án a nagyszabású nyitónapon felvonulást, valamint komoly zenei és táncos produkciókat tekinthetett meg a közönség. A Városháza épületénél összegyűlt zenészeket és résztvevőket az esemény folyam fővédnöke, Dunai Mónika, Rákosmente országgyűlési képviselője és Deli Csaba fesztiváligazgató köszöntötte, valamint szintén a rendezvény védnökeiként jelen volt Fósz Tivada, a Rákosmente alpolgármestere és Erszabó István, a Rázene elnöke is. Három zenekar és két hagyományőrzőkör is képviseltette magát a 25. Rázene Fesztivált megnyitó felvonuláson, amely a Városháza épületénél vette kezdetét és egészen a Podmaniczky vigyázó rendezvénykastélyig haladt. A Rázene Városi Fúvószenekar, a lengyel Rimanovi Fúvószenekar, a Bartókami Piccolino Fúvószenekar, a Rákoskeresztúri Szlovák Asszonykórus és a Bartókami Aranymálinkó Hagyományőrző Néptánc Együttes egybegyűlt tagjait Dunai Mónika országgyűlési képviselő köszöntötte. A Rázene, mint egyesület, már 1986-ban a rendszerváltozás előtt alakult. Ez akkor nagyon nagy szó volt, hiszen itt a fiatalabbak talán még nem is tudják, hogy akkor egyesületet alapítani, civil szervezetet alapítani nem volt sem szokás, sem megengedett. Úgyhogy én szeretnék most először is köszönetet mondani a Rázene megálmodóinak és létrehozóinak, Deli Csabának és Erszabó Istvánnak, akik eldöntötték, hogy összefogják a kerület zenei életét, és mindig megújulva, fiatalokkal feltöltődve, a zeneiskola növendékeiből táplálkozva, mint zenekar, éltetik itt Rákosmentén a zenét. A Rázene Városi Fúvós Zenekar karnagya és a zenei eseménysorozat fesztiváligazgatója Deli Csaba elmondta, a negyed évszázados jubileum alkalmából a szokásosnál is színesebb programot állítottak össze, kapcsolódva a zene világnapjához, a kerületi Bartók Béla Alapfokú Művészeti Iskola 50. születésnapjához, Rákosliget megalapításának 119. évfordulójához, továbbá egy különleges gyermekmatinéval, a családok évéhez is. Pék Zsuzsi, a kerület dudása, dudaművésze, őneki van egy ilyen összeállítása, duda kísérettel, sok énekkel, tánccal gyerekeknek, amely most Mátyás királyról fog szólni, Mátyás év kapcsán is, valamint néptánc is lesz benne, gyermeknéptánc, gyermektáncház, tehát ez egy különlegesnek ígérkezik, valamint majd vasárnap a Maros moziban, mert Rákosliget 119 évébe is becsatlakozunk, ott pedig gyerekekre szóló jazz bemutató lesz. A felvonulás után a Podmaniczky vigyázó rendezvénykastély kertjében felállított fesztiválsátorban a Sparkle Drums ütőegyüttes fellépésével vette kezdetét a nyitónap zenei programja. Őket a Rákoskeresztúri Szlovák Asszonykórus követte, majd hozzájuk csatlakoztak egy közös produkció keretében a Bartókami Aranymálinkó Hagyományőrző Néptánc Együttes utánpótlás csoportja, a Málinkók táncosai Leskó Gábor vezetésével, akik ünnepi népi táncot adtak elő. Nagyobb ünnepekkor táncolták, illetve hát nyilván adventkor már nem, adventkor már csak énekeltek, de attól függetlenül ugye búcsúkor, például akár húsvétkor, amiről készült is egy film, locsolkodás után azért így mulatoztak meg, ugye nagyobb bálok után azért táncolták ezt a korábban még az emberek. A folytatásban a minden fúvós hangszert megszólaltató 60 fiatalból álló Piccolino fúvós zenekar mutatkozott be, akik a műsort megelőző felvonuláson egy teljes dalt kotta nélkül játszottak el, majd a meghívott lengyel Rimanovi vendégzenekar tiszteletére egy meglepetés dalt is előadtak Jutasi Miklós vezényletével. Egy számot megtanultunk fejből, 60 gyermek, hát elég komoly feladat volt, hogy egyszerre tudjunk megszólalni. Ez a 18-as induló volt, a szép idő, jó idő, szerencsére az is van most, és különböző stílusú számokkal. A lengyel vendégzenekarnak is készültünk egy meglepetés számmal, a helyi Szokoli című nótával. A Rázene Városi Fúvós Zenekar filmzenéket, magyar műveket és olyan dalokat szólaltatott meg, amelyeket külföldi kulturális csere kapcsolataik során sajátított el a zenekar. Több alkalommal jártak Olaszországban, illetve az idei évben Írországba is eljutottak, ahonnan egy írviszkiről elnevezett dalt is magukkal hoztak. A nyitónap egyik legkülönlegesebb produkciójaként a Lengyelországból érkezett vendégelőadók, a Rimanovi Fúvós Zenekar lépett színpadra, akik utoljára 10 évvel ezelőtt jártak Budapesten.
Ebben a felállásban még nem jártunk önöknél, de a Rimanovi Fúvó zenekar egyszer 10 évvel ezelőtt már játszott Budapesten, és nagyon örülünk, hogy újra felléphetünk itt. A 25. jubileumi Rázene Fesztivál további koncertekkel és táncos programokkal folytatódott, az esemény szombati, vasárnapi és hétfői napján is, amikor a Zenevilág napjához csatlakozva kórus hangverseny zárja a rendezvény folyamot.